Tojásfát készítettek a húsvéti ünnepekre a Gyergyószent Miklósi Lórántfi Zsuzsanna nőegylet tagjai Gyergyószent Miklóson. A főtéri parkban kiállított fa népszerű a járókerők körében. A Népművészeti Alkotóházban hímes tojásokat készítettek az ünnepre. A Lórántfi Zsuzsanna nőegylet tagjai Gyergyó Szent Miklós főterének egyik fáját, több mint 1400, különböző technikával díszített tojással díszítették fel. Bár néhány tojás a tavalyiak közül eltörött, az újakkal több mint 300 több tojást aggattak fel a fára, mint tavaly. Az idén már harmadik alkalom, hogy meglepik a várost a feldíszített fával, eddig mindig sokan megcsodálták a látványt. Jó kedvel készítettük, van, aki már a tavalytól készült párhuzamosan, mert ugye volt egy tojás kiállításunk is a napokban, arra is 358 tojást készített a nőegylet, a tagok, úgyhogy elég sokat dolgoztunk az idén, hál' Istennek. De sikerült, és szeretettel, és önzetlenül csináltuk. A Népművészeti Alkotóházban az idén már 27. éve tojásírást tanítanak a húsvétot megelőző időszakban. Mint minden évben, most is rengetegen érdeklődnek a tojásírás iránt. Nem csak gyerekek, de nagyon sok felnőtt is megfordult a napokban az alkotóházban. Kisnéporti Kirén oktató szerint a városban már több helyen írnak tojást olyanok, akik az alkotóházban tanulták meg a módját. Igény formálódott arra, hogy a húsvéti asztalon ott legyen a hagyományos tojás. Ez akkora elégtétel, hogy minden fáradtságot ellensúlyoz, és hát szeretném, ha az újonnan születettekből minél többen még megtanulhatnák, tovább vihetnék, és nem halna ki, nem lankadna, és nem is kerülne a passzív érteklődés tárházába. Az a sok ismeret, amit itt szórunk. Van, akinek már elsőre könnyedén megy a kesice használata, másoknak több gyakorlat kell ahhoz, hogy szép mintákat rajzoljanak, az évről évre visszajárok számára azonban már a bonyolult minták sem jelentenek problémát.